Az országgyűlési képviselő és az egyesület vezetője közösen pakolta le az autóról azt a több mint 400 kg-nyi állateledelt, amit a fehérvári otthon lakóinak szántak. Az adományt az Ugorj be most színházi előadásokból befolyt pénzből finanszírozták. Aki jön, az élvezettel nézi a jó kis előadást, ez egy ugye improvizációs színházi előadás, szórakoztató, és hát gyakorlatilag aki jön, szórakozik, és másik vin pedig az ügyben, hogy segít azzal, hogy ő ott van, hiszen hát a bevételt azt mindig valamilyen jótékony célra költjük. A város országgyűlési képviselője az ajándékozás kapcsán a felelős állattartás fontosságát hangsúlyozta. Olyan állatok vannak itt, akik a felelőtlen állattartás miatt kerültek ide, mert azt gondolták, hogy szeretnének kutyát, mocskát, cicát tartani, és aztán kiderült, hogy nem, mert nem gondolták jól végig, hogy mivel jár egy kutya vagy egy cica tartása, mivel jár, hogy befogadjuk őket az otthonunkba. Az állatotthon egyik önkéntese a menhelyen végzett munka kapcsán kettősséget érez, hiszen mint Sohonyai Edit fogalmaz, hihetetlen mértékű gonoszsággal és legalább ugyanekkora jósággal is találkozik a telephelyen. Ilyen hihetetlen amplitúdót tapasztalunk meg az emberi kegyetlenségtől, az emberi jóságon át, szóval és ez szinte óráról órára változik, és azt mondom, hogy én a jóságnak soha nem látott mértékét tapasztaltam meg a telepi munka során, és segítség nélkül, összefogás nélkül ez az állattartó telep, ez az állat otthon, mert nálunk nincs altatás, ez nem maradhatna fent. Az iGenerációért Egyesület folytatja a jótékonykodást, hamarosan újabb adag adományt hoznak majd az állatotthonba.